Labdavezetés, ügyességi feladatok, vetélkedők, ezek mind-mind részét képezték a tolnai óvodásoknak tartott sportnapon. Az ötlet a Gesztenyéskert Ovitól származott, ugyanis itt a hétköznapokban is az egészséges életmódra nevelés a fő profil. Az intézményben egész héten e körül forogtak a programok, de az óvodapedagógusok úgy gondolták, hogy a sportnapra már a többi tagintézmény gyerekeit is meghívják. Nagyon örültek ennek a kezdeményezésnek, hiszen a mozgás nagyon fontos a gyerekek számára, és így ezt a napot akkor most így Vosinski Mór intézményi szinten megtartottuk. Nagyon jó az idő hozzá, nagyon szuper a pályánk, amit támogatásképpen megkaphattunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy meg kell nézni a gyerekek arcát, nagyon boldogan tevékenykednek, itt a nap ránk sütött, úgyhogy a mozgás az azt gondolom ennél több nem is kell, és hogy az egészséges életmód itt a legfontosabb. A pedagógusok úgy állították össze a feladatokat, hogy azok végrehajtása során a gyerekek az erőt, a gyorsaságot és az állóképességüket is fejlesztik. Minden állomásnak más a feladata, vannak egyensúlyozó feladatok, labda, foci, kézilabda, ugráló, tehát igazából minden zsákban ugrálás, az is egy nagyon kedvelt tevékenység a gyerekeknek, így aztán igazából a teljes testet megmozgatva, reggel egy reggeli tornával, egy kis futással, igazából azt gondoljuk, hogy teljes lesz ez a délelőtt. A sportnapot hagyományteremtő jellege hozták létre, remélve, hogy a jövőben is ugyanekkora népszerűségnek örvend majd, hiszen a mozgás nagyon fontos alappillére a gyermekek egészséges fejlődésének.